Köszöntöm a nézőket, ez a Pannon Televízió esti híradója, Friedrich Gertrud vagyok. December 13-a van, a Luccák ünneplik névnapjukat, műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei röviden. 74 településen 354 kampányrendezvényt szervezett a VMS. Templomok felújítását támogatja a magyar kormány. A hétvégén már használhatják az autók Szabadkán a Maxim Gorki utcai közúti aluljárót. Azonnali tűzszünetet követelt az ENSZ az Izrael és a Hamas közötti háborúban. Választások 2023. 74 településen 354 kampányrendezvényt szervezett az elmúlt 6 hetes időszakban a Vajdasági Magyar Szövetség. A december 17-i választáson a párt célja megőrizni az erős magyar érdekképviseletet köztársasági és tartományi szinten is. Dr. Pásztor Bálint, a VMS megbízott elnöke összegző kampányzáró sajtótájékoztatóján arra kérte a külföldön élő és dolgozó vajdasági magyarokat, hogy advent harmadik vasárnapján látogassanak haza családjukhoz, és közben menjenek el szavazni. Amin az elmúlt 6 hétben a Vajdasági Magyar Szövetség keresztül ment, az még soha senkivel nem fordult elő. Úgy kellett ráfordulni a választási kampányra, hogy 2 nappal a választások kiírását megelőzően elveszítették a párt elnökét, Pásztor Istvánt, hangzott el a sajtótájékoztatón. Ennek ellenére az elmúlt 6 hetet becsületesen végigkampányolták, mondta dr. Pásztor Bálint. A VMS megbízott elnöke hozzátette, november 6-án egy nap alatt 11.355 aláírást gyűjtöttek össze a köztársasági jelölt lista állításához, soha ilyen sokat, soha ilyen rövid idő alatt. A tartományi választások vonatkozásában pedig néhány óra leforgása alatt 6526 aláírás gyűjtöttek össze, és november 21-én átadták a listát. Mindkét szavazólapon a 6-os számmal vesznek részt a választásokon. Választási elmondatunk elnökünkért, közösségünkért, a jövőért. Olyan választási eredményt szeretnénk elérni, amelyre apám Pásztor István büszke lenne, büszke lehetne. A közösségért dolgozunk, ahogy az ő elnöksége idején is tettük az elmúlt közel 17 évben. És a jövőért dolgozunk azért, hogy legyen magyar jövő Vajdaságban a következő időszakban is, hogy az itteni magyarok meg tudjanak kapaszkodni, meg tudjanak maradni a szülőföldjükön magyarként, de fejlődni is tudhassanak, meg tudjanak erősödni. November 10-én Budapesten megerősítették a Fidesz és a VMS szövetségét, tette hozzá dr. Pásztor Bálint. 18 nap alatt 3 problémát is megoldottak. 24 órában működik a Horgos-Röszke közúti határátkelő. Magyar Levente külügyminiszter helyettes jelenlétében meghirdettek 2 új prosperitáti kiírást, összesen 4 milliárd forint értékben, valamint utasbarát menetrenddel megindult a Szabadka-Szeged vonalon a vasúti utasszállítás, összegezte a VMS megbízott elnöke. Nagyon erőteljes magyarországi részvétel is jellemezte a Vajdasági Magyar Szövetség kampányát. Ez azért fontos, mert azt juttatta kifejezésre, hogy ebben a nagyon nehéz helyzetben, ami a közösség életében a 90-es évek vérzivataros idejét követően biztosan a legnehezebb periódus, a Vajdasági Magyar Szövetség és a Vajdasági Magyar Közösség nincs egyedül. Éppen ezért járt a kampányunkban Magyar Levente miniszterhelyettes, Lázár János miniszter, Szalai Ádám a magyar labdarúgó válogatott korábbi csapatkapitánya, Zsigmond Barna Pál miniszterhelyettes, Mága Zoltán hegedűművész tartott 2 nagy sikerű adventi hangversenyt Pásztor István emlékére, Kon Zsófia miniszterhelyettes, Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója, Bóka János miniszter, Gulyás Gergely miniszter, Nagy János államtitkár, Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes úr
és a kampány végére várják még csütörtökön Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert és Kelemen Hunort, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökét. Arra számítanak, hogy az elmúlt 6 hétben tapasztalt egység december 17-én is megmutatkozik, a magyar közösség egységes lesz, és a választáson az egyetlen vajdasági és egyetlen magyar pártként elnyerik a választók bizalmát, hangsúlyozta dr. Pásztor Bálint. Felújították a hittantermet Csonopján, Doroszlón pedig felszentelték a templomtornyot a Szent Imre plébánia templomban. A templomok és egyéb vallási intézmények felújítását az elmúlt években jelentős összeggel támogatta a magyar kormány. Ennek kapcsán ma Vajdaságba látogatott Semjén Zsolt, magyar miniszterelnök helyettes. A csonopjai magyarság számára komoly közösség megtartó erővel bír az új közösségi tér, vagyis a hittanterem. A helyiségben nem csak hittanórákat tartanak, hanem más foglalkozásokat is. Az épület felújítása a magyar kormány és a Magyar Nemzeti Tanács támogatásával valósult meg. Ez a terem nem csak a gyermekek számára tartott foglalkozásnak a színhelye, hanem van ifjúsági csoport is, van idős csoport is, tehát azt gondolom, hogy a csonopjai magyarság itt tényleg otthonra talált. A nyugatbácskai fejlesztések is azt mutatják, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség gondoskodik a szórványban élő magyarságról, a magyar kormány pedig az utóbbi időszakban is biztosította támogatásáról a pártot, emelte ki Kovács Elvira, a VMS köztársasági parlamenti képviselőjelöltje. Különös jelentősége van annak, hogy Semjén miniszterelnök helyettes úr itt volt velünk, és láthatta, hogy még Csonopján is, ahol már évtizedek óta sajnos nincs magyar oktatás, mennyire ragaszkodunk önazonosságunkhoz, anyanyelvünkhöz, a gyermekek is. A vasárnapi köztársasági és tartományi parlamenti választásoknak a tétje az is, hogy a vajdasági magyarságnak megfelelő érdekképviselete legyen mindkét esetben, hangsúlyozta Juhász Bálint, a VMS tartományi lista vezetője. Mi az elmúlt évtizedek politikájával az önálló politizálást, a magyar közösségek érdeke mentén való politizálást képviseltük, ezt fogjuk a jövőben is. Az a tét most, hogy a helyi közösségtől az Európa Parlamentig tartó érdekképviseletből a tartomány és országos szinten lesz erős frakciója a Vajdasági Magyar Közösségnek, a Vajdasági Magyar Szövetség személyében. Akkor tud a legkönnyebben megvalósulni a magyarországi segítség és támogatás Szerbiában, ha a Vajdasági Magyar Szövetség nagy súllyal tud jelen lenni a vajdasági és a szerbiai politikai életben, hangsúlyozta Semjén Zsolt, magyar miniszterelnök helyettes Csonopján. Akkor tudjuk Magyarországról is igazán támogatni gazdaságfejlesztéssel a vajdaságot identitás megőrzésben, hogyha VMS meghatározó súlyt tud képviselni. Ez pedig akkor lehetséges, hogyha mindenki elmegy és támogatja a VMS-t, mert ez jelenti azt a közjogi hátteret, ami a magyar megmaradásnak fundamentuma. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy. A magyar állam természetes módon minden külhoni magyar közösséget támogat, de azért azt látni kell, hogy egész más minőségben tud megvalósulni ez a támogatás akkor, ha olyan intézményrendszer van, amely képes fogadni és szervezni a magyarországi támogatásokat, tette hozzá Semjén Zsolt. Választások 2023. A hét végétől megindul Szabadkán a gépjárműforgalom a Maxim Gorki utcai közúti aluljáron keresztül. Hétfőtől pedig a tervek szerint lezárják a Majsai hidat és a Losiny utcai közúti aluljárót, és elkezdődik ezek bontása és felújítása. A munkálatokat ma megtekintette Anita Dimoszki, vasúti közlekedéssel megbízott miniszterhelyettes, és Sztevan Bakić, Szabadka polgármestere. Felgyorsultak a munkálatok a Maxim Gorki utcai közúti aluljáró kiépítésén, illetve aszfaltozásán, így a tervek szerint december 16-án szombaton megindulhat a gépjármű forgalom az említett közúti aluljáróban. Ugyanakkor még nem fejeződött be a gyalogjárda és a kerékpárút kiépítése, illetve aszfaltozása, ez várhatóan a következő hét péntekéig megtörténik. A Maxim Gorki utcai közúti aluljáró aszfaltozása majdnem teljes egészében befejeződött, a munkálatok utolsó szakasza zajlik a nap 24 órájában. A közúti aluljáró fölött 11 vasúti sínpár halad át. Ennek a közúti aluljárónak a kiépítése jelentette az egyik legnagyobb kihívást, az épülő Belgrád-Budapest gyorsvasút Újvidék-Szabadka szakaszán. Onostól mozsamo sa sigurnosťou reči, da će u subotu, Bože zdravlja, biti pušten drumski saobraćaj.
a do narednog petka biće završene i pešačko-biciklističke staze. I tada će biti sve kompletno. Što se tiče ranijih situacija koje su se događale, kao i što znate, usled većih padavina dolazilo je do ogromnog nagomilavanja atmosferskih otpadnih voda na ovom delu, to će biti prošlost. Nagy méretű vízelvezető csöveket és két nagy erejű szivattyú telepet építettek be, ezek már működnek. Anita Dimoszky, vasúti közlekedéssel megbízott miniszterhelyettes szerint rekordidő alatt készült el a Maxim Gorki utcai aluljáró. Ovo je objekat zahtevan koji je 200 metara dugačak sa ukadama, sa centralnim delom koji je oko 60 metara, širok je 30 metara. Ovde je zaista dano-noćno što ste imali priliku preko pasarele da vidite i da pratite. Dano-noćno se radilo sa jedne strane, sa druge strane čitav tim nadzornih organa je neprekidno pratio kvalitet izvedenih radova. A közúti aluljáró négy sávos, a központi tartóoszlop pedig a két szembejövő haladás irány elválasztó vonala mentén áll. Magassága nagyjából megegyezik a korábbival, viszont a teherautók nem jöhetnek keresztül rajta. Erről beszélt korábbi interjújában Kern Imre Szabadka alpolgármestere. Hasonló lesz a magasság, mint eddig is volt, de a teherautók nem jöhetnek többet be a városközpontba, hiszen megépült az az összeköttetés, az utolsó szükséges összeköttetés a városi forgalmi, városi utaktól az autópálya rendszerig, amely a Losiny utcát összeköti az Entai úttal. Ez az út gyakorlatilag lehetővé teszi, hogy a teherautókat teljesen kivonjuk a városközpontból. Az új vasúti felüljáró szélesebb lesz a korábbinál, mivel a lebontott rész mellé gyakorlatilag további kettő hídelemet építettek ki, magyarázta Kern Imre. Ez azért volt szükséges, hogy a teherforgalmat szétválasszuk a személyforgalomtól. A személyforgalomra az állomás az gyakorlatilag a most eddigi vasútállomás területén lesz. A teherpályaudvar pedig már a hídon kezdődik, és délfelé a teherpályaudvar felüli része lesz a vámkezelés is, meg egyéb folyamatok, amik szükségesek a teher szállítványok ellátására. Tehát ez is megváltozik, lesznek peronok, ezek a peronok már épülnek, ami lehetővé teszik, hogy a polgárok, akik a vasútra szállnak fel, illetve a vasútról szállnak le, szintbe lehessen ezt megtenni, ne kelljen fölkapaszkodni, föltornászni magukat a vonatra, mint ahogy eddig volt. Hétfőtől a tervek szerint megkezdődhet a Majsai híd és a Losiny utcai vasúti felüljáró bontása. 50 dináros kedvezményt kapnak a háztartások és kisfogyasztók, amennyiben elektronikus úton fizetik be áramszámlájukat. Így döntött a szerbiai villanygazdaság közgyűlése. A papír alapú számlák elektronikusra váltása újabb lépés az EPS korszerűsítési és digitalizációs folyamatában, mondta Dubravka Djedovic Handanovic. Az energiaügyi miniszter kiemelte, ezzel a felhasználók gyorsabban és egyszerű módon tekinthetnek be az áramfogyasztásukba, és a számlafizetés is egyszerűsödik. Az EPS ezzel a környezetvédelemhez is hozzájárul. A digitális szolgáltatást decembertől lehet aktiválni, ehhez elektronikusan, vagy az EPS ügyfélszolgálatainál kell benyújtani kérelmet. Az EPS már korábban, november elején elkezdte a digitalizációt az Uvidurácsón elnevezésű portállal, amelyre eddig mintegy 270 ezeren regisztráltak. Hamarosan pedig egy mobil alkalmazás is elérhető lesz a fogyasztók számára szerb és angol nyelven, amelyek lehetőséget biztosítanak az értesítések küldésére, valamint a reklamációk benyújtására. Kétoldalú megbeszélést folytatott Brüsszelben Ana Brnabić szerb kormányfő és Orbán Viktor magyar miniszterelnök szerdán, tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan a miniszterelnök sajtófőnöke. A tárgyaláson, amelyen részt vett Bóka János, Európai Uniós ügyekért felelős miniszter is, méltatták a két ország kiváló politikai és gazdasági kapcsolatait, és az elmúlt időszak közös fejlesztéseit, külön kiemelve a felújított Szeged-Szabadka vasútvonal üzembe helyezését. Orbán Viktor kifejtette,
nem tisztességes, hogy még Brüsszel Ukrajna esetében indokolatlanul kivételeket tenne, gyorsítaná az EU csatlakozás folyamatát, addig a Nyugat-Balkán országai esetében indokolatlanul lassítja a tárgyalásokat. Azonnali tűzszünetet követelt kedden az ENSZ, az Izrael és a Hamas iszlamista palesztin szervezet közötti háborúban. A határozatot az ENSZ közgyűlés 193 tagjának több mint háromnegyede támogatta. Nem sokkal azután, hogy a javaslatot az Egyesült Államok a múlt héten megvétózta a biztonsági tanácsban. Az ENSZ közgyűlés határozatai nem kötelező érvényűek, de politikai súlyuk van, és a háborúról kialakult általános képet tükrözik. Kedden egyébként 10 izraeli katona esett el a gázai harcokban, köztük a Golani kommandós egység parancsnoka is, jelentette az izraeli hadsereg. 9 közülük Gáza város egyik negyedében egy pokolgépekkel teli épületben vesztették életüket. A gázai szárazföldi hadműveletek kezdete óta 115 izraeli katona esett el az övezetben. Az október 7-i terrortámadás óta összesen 444 megölt katona nevét hozták nyilvánosságra Izraelben. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Ingyenes jegyek igényelhetők Mága Zoltán budapesti újévi koncertjére a Vajdasági Magyar Szövetségnél. Megérkezett a TSC labdarúgó csapata Görögországba. Egészségügyi lakossági fórumot szerveztek Ürményházán. A falu szülötte dr. Úri Emese tartott előadást a cukorbetegségről, a magas vérnyomásról és a daganatos megbetegedésekről. Mindenek előtt a preventív szűrővizsgálatok fontosságát emelte ki. Amint egy 500 lelket számláló kis szorványközösségben 2 hetente van orvosi rendelés, a vérvételt és szakorvosok által végzett vizsgálatot már Zicsi falván lehet elvégezni, ha komolyabb a probléma, akkor Versecen. Ezért volt érdeklődés az egészségügyi lakossági fórum iránt. A helyi gyógyszerész a jelenlévőknek vérnyomást mért, és ellenőrizte a vércukorszintet. És ennek most nagyon örültünk, hogy dr. Úri Emese, a falunk szülöttje, és mindenkit ismer, még a falunkat is, úgyhogy nagyon köszönjük neki, hogy itt volt. A jelenlevők nem csak kérdéseket tettek fel és tanácsot kértek, hanem ajánlatokat is kaptak, hogyan lehet természetes olajokkal és gyógynövényekkel kezelni egyes problémákat. Mivel láttuk, hogy nagy érdeklődés van az iránt, hogy ezt folytassuk, és hogy újra megszervezzük, így megbeszéltük azt Emesével, hogy hajlandó újra eljönni, hazajönni, és ezt a külön egyénileg megszervezni úgy, hogy egyéni szűréseket is végezzen az érdeklődőkkel. Mert biztos, hogy más az a viszony is a beteggel, amikor saját itthoni embernek el tudja mondani a problémáit. Faluhelyen megoldható, hogy a saját termelésben előállított zöldségféléket és állati eredetű élelmiszert fogyasszák az emberek. Fontos, hogy az étrend kiegyensúlyozott legyen, hangsúlyozta dr. Úri Emese. Sajnos a népbetegségnek számított cukorbetegségről beszéltem, a magas vérnyomásról és a különböző rosszindulatú betegségekről. Itt elsősorban ugye az életmód változtatás, illetve az egészséges életvitelnek a fontosságát próbáltam kihangsúlyozni, tehát az egészséges étkezés, minél kevesebb szénhidrát, minél kevesebb mesterséges kezelt élelmiszert használjunk. A modern társadalomban az egészségtelen táplálkozás és a stresszhelyzet okozta betegségeket az orvosságok, kezelések mellett a szavakkal is lehet gyógyítani, az embereket tanácsokkal rávenni a helyes életmódra. Választások 2023. Nagy gyűlés tartott Újvidéken a Szerb Haladó Párt a Vojvodina Sport és Üzletközpontban. 2016-tól, amióta a haladók vannak hatalmon, Vajdaság óriásit fejlődött, emelte ki Dusanka Golubovic, az Alekszandr Vucic Vajdaság nem állhat meg lista vezetője.
Milos Vučević, az Alekszandar Vučić Szerbia nem állhat meg, köztársasági lista vezetője, aki egyben a szerb haladó párt elnöke, beszédében sorsdöntőnek nevezte az előttünk álló választásokat. Sudbonosni, sudbinski izbori, a izbor tolko jasan, nikad jasniji, sve maske su pale, nema više onih priča koje smo slušali u prethodnim kampanjama, sve je jasno. S jedne strane, jedna lista, narodna, Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. Jedna lista, protiv svih drugih lista. Soha nem volt fontosabb, és soha nem volt nagyobb szükség ekkora felelősségvállalásra, mint most az előttünk álló választásokon, jelentette ki Aleksandar Vučić Újvidéken. A szerb államfő hangsúlyozta, óriási nyomásnak van és lesz kitéve Szerbia, amiért Koszovót az ország elválaszthatatlan részeként tartja számon. Másrészt azért is lesznek gondjai, mert nem vezetett be szankciókat Oroszország ellen. Ekonomski rast u Evropi i svetu, pre svega u Evropi, nije na visokom nivou, što znači da će to generisati i mnoge druge ekonomske probleme. Zato nam je potrebna država snažna, država jedinstvena. Zato je nešto malo pre Miloš rekao, što mislim da je od suštinskog značaja, a to je da nam je potrebna jedna politika. To je strašno važna stvar. To nije pitanje da li vam se neko dopada zato što je izgovorio jednu, drugu ili treću rečenicu, već možemo li da vodimo konzistentnu, koherentnu, ozbiljnu i odgovornu politiku. A szerb haladók utolsó, záró nagygyűlésüket csütörtökön Kragujevácon tartják. Választások 2023. A Délbácskai Magyar Ösztöndíj Program támogatásának szerződéseit tegnap írták alá a szülők Újvidéken a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központban. A programot második alkalommal írták ki, amelyre több mint 160 pályázat érkezett be, és ebből 140-en írhatták alá a támogatásról szóló szerződéseket. Balázs Horváth Kinga egyik gyermeke Újvidéken a Bogdán Suput Képzőművészeti Középiskolában kezdte el tanulmányait. Az ösztöndíj mindig nagy segítség számukra az iskoláztatás során. Mi nagy családos szülők vagyunk, nekünk 4 gyermekünk van, 2 első középiskolás, ők ikrek, és bizony nem kis költség, amikor a gyerekeknek a továbbtanulásáról van szó, akár a bentlakásról, akár a tankönyvekről, akár az utaztatásról van szó, akár milyen segítség nagyon jól jön. A pályázatokat a Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ bíráló bizottságának tagjai bírálták el. Mivel volt rangsor is, akkor 3 kategóriát határoztunk meg, és a keret függvényében a 90 ponton felüliek 8000 dináros támogatást kaptak, a 80 meg 90 pont közöttiek 7000 dinárosat, és az alatt pedig 5000 dináros támogatást kaptak. Az ösztöndíj program fő célja, hogy támogassa a magyar középiskolás diákokat és egyben a délbácskai magyar oktatást is. Pár éve a középiskolákat is megerősítjük, egyrészt azzal, hogy ingyenesen biztosítjuk minden diáknak a tankönyveket, aki magyar osztályt választ, illetve minden olyan programot hozzá kapcsolunk, ami az újvidéki iskolákat erősíti meg. Így kapcsolódik hozzá a délbácskai magyar ösztöndíj program is, ami a középiskolásokra vonatkozik egy egyszeri ösztöndíjjal. A program a Magyar Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának támogatásával, a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT közreműködésével és a Magyar Nemzeti Tanács finanszírozásával valósul meg. Köszöntse Mága Zoltánnal az új évet! Ingyenes jegyek igényelhetők Mága Zoltán budapesti újévi koncertjére a Vajdasági Magyar Szövetségnél. Az eseményt a Papp László Budapest Sport Arénában tartják január 1-én. Mága Zoltán világhírű hegedűművész több mint másfél évtizede töretlen sikerrel teltház előtt tartja újévi koncertjét, amely mára Európa egyik legnagyobb újévi gálája lett. Az idei eseményen Mága Zoltán mellett a nemzet színészei Molnár Piroska, Udvaros Dorottya, Lehocki Zsuzsa, Bodrog
Bagi Gyula, Cserhalmi György és Szacsvai László is közönség elé lép. Az ingyenes jegyeket a Vajdasági Magyar Szövetségnél lehet igényelni december 20-áig a 024 553 801-es telefonszámon. A jegyeket jelentkezési sorrendben osztják ki. Luca napja van. Ezen a napon Szent Luciára emlékezünk, aki Krisztusnak szentelte életét, majd mártír halált halt hitéért. December 13-ához számos népszokás fűződik. Luca napon régen tilos volt fonni, sütni, mosni. Nem volt ajánlatos kölcsönadni sem, mert az elkért dolgok boszorkányok kezére kerülhettek. Luca napján búzaszemeket kell csíráztatni, amelyek karácsony tájára zöldülnek ki. A luca búza keltetéssel a következő év termését próbálták megjósolni. A legismertebb szokás a luca szék készítése. A szék 13 napig készül úgy, hogy minden nap csupán egy-egy műveletet lehet rajta elvégezni. Innen ered az a népi mondás is, hogy lassan készül, mint a luca széke. Aki felállt a luca székre, megláthatta a boszorkányokat a templomban az éjféli misén. Jótékonysági koncertet szerveztek a Szabadkai Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium diákjai és tanárai a Népkör Magyar Művelődési Központban. A diákkoncert teljes bevételét a cipős doboz akció megvalósítására fordítják. Eddig több mint 500 doboz gyűlt össze, és továbbra is érkeznek új csomagok. Magyar vagy angol, régi vagy új slágerek, nem volt megkötés. A cél az volt, hogy a diákok szívéhez közel álló dallal lépjenek színpadra. Az Ivan and the Parazol, Fit Carson Koma, Kérdőjelek és a Válaszok című zenével léptem fel, és igazából nagyon ideges voltam az elején minden. És de így nagyon jó érzés volt, így sok ember előtt énekelni, így kibontakozni. Az iskola együttese a Rebel is kísérte az énekeseket, melynek tagja Zakinszki Regina is, akit a zongoránál és a mikrofon mögött is láthatott a közönség. Énekeltem a Supergirl című dalt, tavaly is ezt énekeltem, viszont szeretem nagyon, mert a mondani valója szerintem nagyon szép, és hát zongorán meg igyekeztem minél több embert lekísérni, mert tanár úrnak kéne egyébként mindenkit, és hát azért igyekszem, hogy megosztjuk ezt a terhet. A cipős doboz akciót 2009 óta szervezik meg a gimnázium volt diákjainak kezdeményezésére. Azóta minden évben igyekeznek szebbé tenni a rászorulók karácsonyát. Úgy gondolom, hogy mi ugye gimnáziumban információkra tanítjuk a gyerekeket, vannak ellenőrzők, vannak szigorú, vannak felelések, ez mind nagyon fontos. Tanulni és információt kapni fontos, de az élet egyik része az, hogy emberré próbáljuk őket tanítani, hogy emberek legyenek. Tanítani, megtanítani azt, hogy adni az jó, hogy szeretet, ez magával viszi a szeretetet. Az adás az olyan fontos, mint a szeretet, és ezzel gazdagítjuk a lelküket. Az akcióban oktatási intézmények, könyvtárak, művelődési egyesületek, illetve civilek is részt vesznek. Segítségükkel eddig több mint 500 doboz gyűlt össze tele játékokkal, tisztálkodási és tanszerekkel, illetve édességekkel. Megérkezett a TSC labdarúgó csapat a Görögországba. A topolyai együttes csütörtökön sorsdöntő mérkőzést játszik az Európa Liga csoportkörének utolsó fordulójában. Amennyiben a TSC nyerni tud az Olympiakos vendégeként, akkor harmadikként zár csoportjában, és tavaszra a Konferencia Ligában folytathatja a küzdelmeket. Az összecsapás a görög kormány döntése alapján zárt kapus lesz, ugyanis korábban komoly összecsapások alakultak ki a helyi rivális szurkoló csoport, illetve a rendőrök között. A topolyai együttest stábunk is elkísérte, Görögországból Dóró Alán tudósít. A TSC fennállása talán legfontosabb mérkőzésére készül itt Görögországban.
ugyanis amennyiben a topolyaiak nyerni tudnak, akkor a csoportban megelőzik az olimpiákost. Ez pedig azt jelenti, hogy a TSC tavaszra is ott lenne a nemzetközi porondon, egészen pontosan a konferencia ligában. A TSC győzelmi esélyeit pedig talán tovább növeli az a tény, hogy az olimpiákost mögött ezúttal nem lesz hátszél, ugyanis nézők nélkül rendezik a mérkőzést. Ennek oka, hogy az elmúlt periódusban több súlyos szurkolói incidens is történt itt Görögországban, ezért a helyi kormány úgy döntött, hogy a mérkőzéseken nem lehetnek nézők, így a holnap esti meccsen sem. A TSC egyébként ma este már az olimpiákos stadionjában fog edzeni, a mérkőzést pedig közép-európai idő szerint csütörtök este 9 órakor rendezik a Karaiskaki stadionban. A híradó végén nézzük, melyek voltak kiemelt témáink. 74 településen 354 kampányrendezvényt szervezett a VMS. Templomok felújítását támogatja a magyar kormány. A hétvégén már használhatják az autók Szabadkán a Maxim Gorki utcai közúti aluljárót. Azonnali tűzszünetet követelt az ENSZ az Izrael és a Hamas közötti háborúban. Köszönjük figyelmüket, további hírek és információk honlapunkon a pannon.rtv.com-on. Legyen szép estéjük, viszontlátásra!